Teljesen elszemtelenedtek és valósággal terror alatt tartják az embereket a rézuszmajmok Indiában. Új-Delhiben egyenesen odáig merészkedtek, hogy gyakorlatilag már a parlamentet és a minisztériumi épületeket is megszállták. Egyáltalán nem félnek az embertől, sőt. Kitépik az ételt a járók elők kezéből, és iratokat szaggatnak szét, mert bemásznak az ablakokon, sorolja a bajokat egy hivatalnok. A probléma ideiglenes megoldásának egyik módja, amikor a hatóságok által fizetett férfiak rikoltozással próbálják elkergetni az állatokat. Majomriasztónak hívják őket. Csak olyankor adnak ki ilyen hangokat a majmok, ha dühösek. Ezért ezt imitáljuk, hogy elűzzük őket. Ha sikerül így elijesztenünk őket, akkor a hatóságok is látni fogják, hogy ez a módszer működik, mondja egyikük. Azonban ahogy ők elmennek, a majmok természetesen visszatérnek. Indiában évezredes hagyománya van a majmok etetésének, amelyekről sokan úgy vélik, rokonságban állnak a félig majom, félig emberi testtel rendelkező félistennel, Hanumánnal. Így aztán rendkívül nehéz lesz megoldani a helyzetet.